A sertéshússal kezdődött tavaly év elején az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, majd folytatódott a baromfi, a tej, a tojás, valamint az étkezési és telepítési célú hal is a kedvezményes áfakulcsba került. Mindegyik élelmiszer esetében a fogyasztás növekedésére számítottak, és az ágazatok fehéredését is várták az intézkedéstől. A Pékszövetség szerette volna elérni, hogy a sütőipari termékek utáni általános forgalmi adó mérséklődjön, de ennek tervezetét nem látják a következő évi költségvetés tervezetben, melyet éppen a héten bocsátottak vitára a parlamentben. 18-ra is ígéretet kaptunk, hogy abba adó törvényekbe meg fog jelenni a áfa mértékének a változása, és ugye a most napokban benyújtott költségvetési tervben nem szerepelt, úgyhogy ez teljesen meglepte a Pék társadalmat, hiszen mi az igazán alapvető élelmiszer, ha nem a kenyér, a pékáru, és az agrárkamara elnöke is támogatja, ezek mellett még az Éfos is támogatja azt a törekvését a Magyar Pékszövetségnek, hogy az áfakulcs csökkenjen 18-szor 5%-ra. Egy kiló kenyérért 190 forinttól akár 360 forintig is fizethetünk, kereskedelmi láncoktól, boltoktól függően, és attól függően, milyen sütőipari terméket választunk, hiszen a kenyérfélék széles választéka található a boltok polcain. Az év elején a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt 5-10%-os emelésre kényszerültek a sütőipari vállalkozások, hiszen a sütődékben nagy az élő munkaigény, bérpótlékokat, túlórákat is fizetni kell. Az áfa csökkentéssel le lehetne faragni a fogyasztói árakból. Az kenyér árának a változását jelenteni mindenképpen, hiszen a 13%-os áfa csökkentésnek a hatásának annak kellene lenni, hogy csökkenjen a fogyasztói ár is. Azt ki kell hangsúlyozni, a kenyér árát nem a pékek határozzák meg. A kereskedelemben mi egy úgynevezett nettó átadási áron adjuk át a termékeket. A sütőipari termékek előállítási költségeit meghatározza a búza mennyisége és a liszt ára is. Ebben nem volt nagyobb mértékű változás az elmúlt években, tudtuk meg. Az ágazatot viszont továbbra is szakemberhiány sújtja, országosan 2500-3000 pék hiányzik a szakmából.